Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin napi jóslás gyöngy részére. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam ennél a kedvezményes jóslásnál 5000 forint. Kedves gyöngy, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te képeid, a jobb oldalon az övé. Itt ennél a hármas kombinációnál láthatjuk a te jelenlegi helyzetedet. Nem könnyű, erre utal ez a torony és ez a hegy. Vannak korlátozások. A torony jelenthet hivatalos dolgokat, de azt is, ha fogva érzed magad, mert félelmeid vannak. A harmadik kártya, ez a hegy, szintén korlátozásokra, nehézségekre utal. A középső kártyán látható ez a könyv, aminek több jelentése is van, hogy tanulsz valamit, vagy találsz egy jó könyvet, amit kedvelsz, de ez a könyv utal titkokra is, mert be van zárva, nem tudjuk, hogy mi áll benne. És mivel ő ilyen zárkózott, ezért nem tudod, hogy ő mit akar, és emiatt is érzed ezt a belső feszültséget, minden olyan titokzatos. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt jobb oldalon láthatóak ezek a kártyák, és jelenti az ő jelenlegi helyzetét. A középső kártyán te vagy látható. Te állsz itt a középpontban. És ő úgy érzi, hogy kettőtök között van egy ilyen kármikus kapcsolat, erre utal ez a kereszt. Természetesen a kereszt jelenthet vallási témákat is, de azt is, hogy a sors utatok kereszteződött. És így tekint rád, akkor is, ha nem mondja. Ennek a gyűrűnek is van jelentősége, mégpedig az, hogy visszatért hozzád. Ez lehet egy kármikus szerelem, ami arra utalna, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, és a lelketek újra találkozott. Van itt egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Ez a gyűrű természetesen jelenthet házasságot is, egy házassági ajánlatot, és erre számíthatsz. Lehet, hogy fél tőle belépni újra egy házasságba, de ez a terve. Ez a terve veled kapcsolatban, ő szeretne téged eljegyezni, vagy azt is jelentheti, az ő szívében te vagy az ő neje. Most megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztat téged a gondolataidban, vagy miről kellene elgondolkoznod, mert ez bekövetkezik a közeljövőben. Ott fent, bal oldalon, az első képen láthatunk egy parkot, ami a nyilvánosságra utal. A második kép szerencsét hoz, mert ott van ez a négy levelű lóher, de mutatja az időt is, mégpedig április hónapot. Április hónaptól fogva lesz itt mozgás, lesz itt a nyilvánosság, te számíthatsz arra, hogy lesz egy találkozás. Mire úgy minden kibontakozik, az eltart, nyár közepéig erre utal a nap. A nap nem csak az időt jelenti, hanem a te kisugárzásodat,
és a valóságot. Itt kiderül a valóság, mert ő nyitott lesz, és nyitottan beszél érzelmekről, vagy egy találkozásról. Elszámíthatsz, de ez úgy áprilistól indul. Most megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztatja őt gondolatba, vagy miről kellene neki elgondolkoznia, mert ez, ami vele történik a közeljövőben. Az első kártya ott fent, jobb oldalon, ez az ostor arra utal, hogy vannak viták, veszekedések a környezetében. A harmadik kép, az a kislány, utalhat a gyermekeire, vagy arra, hogy ő le akar valamit zárni, és itt folynak az események, a beszélgetések, amire a középső kártya utal, mégpedig a madarak, ezek beszélgetéseket szimbolizálnak, de ez számára kedvezőtlen. És pontosan ezt szeretné megoldani, lezárni, és ez a kislány nem csak gyermekeket jelent, hanem utal egy új kezdetre. És most megnézzük a titkokat nálad, mégpedig az, ami még titokban van, vagy amit nem szabadna elmondanod, de azt is jelentheti, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát ez is egy nagy titok. Az első képen látható egy lovas férfi, és itt mozogni fognak az események. Ő meglátogat téged. A középső képen a madarak utalnak változásokra. Itt lesz egy nagy változás. A gólyák ezen a képen gyakran költözésre utalnak. A harmadik képen láthatóak az életutak. A sors utatok kereszteződött. Az jelent ilyen kármikus kapcsolatot. Egy lelki kapcsolatot mély érzelmekkel. Ez a kereszteződés azt is jelentheti, hogy ti később ennél a kereszteződésnél lesztek, ahol elgondolkoztok azon, hogyan tovább, mert kell, hogy tervezzetek egy közös életutat. És most megtekintjük az ő titkait, azt, amit ő eltitkol, vagy amit nem akar látni, de jelentheti azt is, hogy később fog beteljesedni, és ezért még számára egy nagy titok. Ez a hajó ott lent jobb oldalon utal külföldre, külföldi kapcsolatokra, vagy egy utazásra. Ez az út lehet egy belső út is. Ez a hajó szimbolizálja a reményt. Ő reménykedik abban, hogy nálad lehorgonyozhat. Erre utal a középső kártya. Meg akarja találni a helyét az életben. És ez a harmadik kép egy levél, jelent egy üzenetet, vagy egy meghívást, de lehet egy szerződés is. És ez a horgony néha a munkára utal. A középső kép ott fent azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Mi köt össze benneteket? Erre utal ez a szív. A szerelem, a szeretet, az, ami benneteket összeköt. És most áttérek az asztrológiai területre az indiai számítás szerint. A nap szimbolizálja a ti éneteket, azt is, hogy milyen szerepet játszatok az életben. A te napod a nyilas jegyében van, a tűz elemében, te bátor vagy, van nálad mindig mozgás, életerő,
de ami számodra fontos, hogy legyenek céljaid, konkrét céljaid. Erre utal ez a nyíl a nyilas jegyében, mert mutatja a galaxiánknak, a tejútunknak a központját, és spirituálisan az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és ez a cél. Az ő horoszkópjában a nap a Szkorpión jegyében van. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Nála mindig van ez a megújulás. Áttenni magát a félelmeken, és bízni magában, vagy másokban, vagy ebben a párkapcsolatban. Ami titeket összeköt, ez a közelség és a megbízás. Mert a Szkorpión jegye, az a nyilas jegye mellett van, tehát szomszédok, és így érezhető, mint egy jó, megbízható szomszédság. És ez kezdettől fogva. A lefele mozgó holdcsomó, Kétó utal a múltra, utal kármikus témákra, múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a Szkorpión jegyében van, kihat rá a személyiségére is, mert Szkorpión aszcendentusa van, az indiai számítás szerint lesznek itt kármikus témák vagy emlékek. És most áttérek a hold energiájára. Mindketten egy csökkenő hold fázisban születtetek. Te egy fél hold napon, ami belső feszültségekre utal, és ez a gyermekkorból jön. Ez azt jelenti, hogy amikor te megszülettél a nap, a hold és a mi földünk, egy ilyen háromszöget alkotott. Itt van három jegy, meg három elem. A napod a nyilas jegyében a tűz eleméhez tartozik. A holdad a szűz jegyében a föld eleméhez tartozik, és amikor te megszülettél, a mi földünk az az ikrek jegyében volt, tehát a levegő elemében. Itt van egy kapcsolat a tűz eleme, a föld eleme és a levegő eleme között. És hiányzik valami. Hiányzik a víz eleme, mert ezt nem kaptad meg a gyermekkorodban úgy, ahogy szeretted volna, és a víz eleme az érzelmekre utal. Ez a lelki társad tudja ezt neked nyújtani, mert az ő holdja, ami az ő érzelmeit illeti, az a rák jegyében van, és a hold uralkodik a rák jegye felett. Azon kívül a rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről, mély érzelmekről van szó. Itt van köztetek egy harmónia, mert a te holdad a szűz jegyében, a föld elemében van, az ő holdja a rák jegyében, a víz elemében, és a föld és a víz eleme barátságban van. Így megvan köztetek ez a megértés, ami az érzelmekre utal, mert a hold ezt szimbolizálja. És most áttérek a Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, de a mi nőiességünket is. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a mérleg jegyében van,
Ez utal a te szépségedre, a jó ízlésre, a nőiességedre. Vénusz bolygó itt uralkodik a mérleg jegye felett, tehát itt ki tud bontakozni. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó utalhat az ő jó ízlésére, vagy ha esetleg tehetsége van a művészetek területén, de Vénusz bolygó jelenti a párkapcsolatot és a lelki társ nőjét, hogy képzeli ő ezt el. Mit vár el a társ nőjétől, és milyen elvárásai vannak a szerelmi élet területén? A szűz jegyénél fontos a biztonság érzete. Szeretné azt, hogy a társnő olyan visszahúzódó legyen, de okos döntéseket hozzon, legyen tudása, és minden rendben legyen körülötte. Összehasonlítom a kettőtök Vénusz bolygóját, akkor itt újra szomszédságról van szó, mert a szűz jegye és a mérleg jegye egymás mellett áll, és az úgy hat, mint jó szomszédoknál, itt megvan a bizalom. És most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó jelenti a mi erőnket, amivel be kell, hogy bizonyítsuk magunkat az életben. Mars bolygó egy férfias energia, és uttal a férfiakra, nálunk hölgyeknél a társunkra. Mindkettőtöknél ez a bolygó visszatekintő, az utalhat arra, hogy legyen meg a belső erő, legyetek néha visszahúzódóak, de jelent kármikus témákat is, utal a múltra. Mindkettőtöknél a bika jegyében van. Ti szeretnétek élvezni az életet, és fontos a biztonság érzése, fontos az anyagi biztonság is. Nálad az első életházban van ez a visszatekintő Mars bolygó, ami kihat a te személyiségedre, a te életerődre. Nála a hetes életházban van, pontosan szemben, ami a párkapcsolatra utal. Múlt év szeptemberétől, jövő év márciusáig itt a bika jegyében mozog a felfele mozgó hold csomó, Ráhu, egy kármikus csomó, ahol ti közösen kerestek egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiutat. Kedves gyöngy, így tudtam ezt a Valentin napi akciós jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!